Tavaly volt a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója, és hát főként a karantén helyzet miatt nem lettek szervezve olyan nagyszabású megemlékezések, ami a 100 évhez méltó lett volna. És született egy ötletünk, hogy mi lenne, hogyha egy régebbről hagyományosan cserkész hagyományokból visszatérő elemmel, tűzgyújtással emlékeznénk meg. Úgy tűzgyújtással, hogy mindenütt, ahol magyarok élnek, és ahol ezt fontosnak tartják, ott gyújtsanak meg egy időben, június 4-én 20 óra 20 perckor 2020 lévén valamilyen tüzet, akár egy mágját, akár egy fáklyát, akár egy tábortüzet, akár csak 3 szál gyertyát, és meghirdettük ezt az akciónkat, először cserkészkörben, a Magyar Cserkész Szövetségek, tehát a Magyarország és az elcsatott területeken működő Magyar Cserkész Szövetségek ezt az ötletet sajátjukévá tették, és akkor így közösen elindult ez a program. Emellé tettünk egy weboldalt is. A weboldalnak volt egy olyan felülete, egy térkép felülete, ahol mindenki megjelölhette regisztráció után a saját tervezett tűgyűjtásának a helyét, és röpke 3 hét alatt, június 4-ig 6 földrészen több mint 6000 tűz gyulladt meg, amivel nem csak a békediktátum 100. évfordulójára, hanem a 10 éve létező nemzeti összetartozás napjára, a 1000 éves államiságunkra, meg úgy általában a magyarok összetartozására emlékeztünk. Egyszeri alkalomra terveztük, amikor ez folyt tavaly, akkor még nem gondoltunk arra, hogy ebből esetleg egy folytatás is lehet, de annyira sok pozitív visszajelzés érkezett hozzánk. Köszönömök, hogy ilyen formában tudtak bárhol a nagyvilágban egy néhány percre közösségben lenni a többi magyarral, hogy úgy gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha ez nem egy egyszeri, hanem egy folytatólagos, akár minden évben megismétlődő, és egy idő után pedig már hagyományos megemlékezési forma lenne. Úgyhogy erre az évre is meghirdettük a tűzgyújtási akciót, azzal a különbséggel, hogy nem 20 óra 20 perckor, hanem 20 óra 21 perckor, budapesti idő szerint 20 óra 21 perckor gyulladjanak meg ezek a tüzek, és egy olyan újítást találtunk még ki hozzá, hogy a már tüzet regisztráltak kereshetnek más országban, más kontinenseken olyan tüzet vállaló közösségeket, akikkel felvehetik a kapcsolatot, így online formában, élő közvetítésben együtt gyűjthetják meg a tüzeiket, beszélgethetnek, és új kapcsolat, új barátság alakulhat ki, és ezzel is az összetartozásunk még élőbbé válhat. A tűzre a megszokott, már a tavaly is működő megszokott weboldalon, a gyújtsuk meg pont ma oldalon lehet. Bármeddig lehet regisztrálni, tehát igazából ennek nincs határideje. A lényeg az, hogy június 4-én este 20 óra 21 percig megjelenjenek ezek a tűzhelyek a térképen, és aztán pedig már együtt emlékezünk az összetartozásunkra. Akik úgy gondolják, hogy meg szeretnék osztani másokkal az élményeiket, akkor ez képi, videó vagy szöveges formában megtehetik, és a saját regisztrációs felületükön, a gyújtsuk meg.ma oldal regisztrációs felületén, oda fel tudnak tölteni majd június 4-e után a tűzgyújtással kapcsolatos fotóikat, videóknak a linkjeit, és ha még szövegesen is meg szeretnék osztani élményeiket, akkor ilyen formában is lehet.